Mekkora az a gazdaság, amit képvisel ön itt ezen az Axiál Akadémián? A szarvasmarha telepünk az 1300 számos állatból áll, ez 650 darab teljelőtejet, és annak szaporulatát jelenti. Foglalkozatot étszámunk 50 fő. Milyen a laktációs hozamuk? 12.000 és 13.000 liter között van az átlag laktációs eredményünk. Ezzel a legutolsó Holstein-Friszt Tenyésztők Egyesülete által közzétett magyar listában az 5. helyen szereplünk. Mennyire állt helyre véleménye szerint a tejnek a fölvásárlási ára? Úgy amblokk a tejágazat. Utóbbi időben volt egy kis felrendülés, de ismét egy hanyatló tendenciát mutat. Csökkentek az árak jelen pillanatban, csökkenő árakkal számolunk. Egy nagyon érdekes előadást hallhattunk, a krónikus munkaerő problémával kapcsolatban beszélt ön. A kialakuló munkaerő hiány megoldására tett próbálkozásunkról beszéltem. Konkrétan indiai munkavállalók munkába állítását mondtam el, hogyan, milyen körülmények között, mi vezetett idáig, illetve azt, hogy jelen pillanatban milyen szinten nélkülözhetetlenek már a működésünk fenntartása érdekében. Miért pont indiai munkásokat foglalkoztat? A tejágazatban, külföldön is, számos cikkben és videókon lehetett látni, olvasni, illetve videókon látni indiai munkásokat munkaközben. Általánosan jók a referenciáik az állattartó telepeken nyújtott, különösen a természetekben nyújtott teljesítmények alapján. Ez volt a oka. Indiában szentnek is tekintik a teherneket, tehát akkor gondolom nagyon vigyáznak is az állatokra ezek az emberek. Így van, nagyon állatszerető, állattisztelő emberek. Nem látnom, hogy szentnek tekintenék őket munkaközben, de nagyon állatbarát módon közelítenek hozzájuk. Nem látom azt, amit korábban láttam esetleg egy-egy dolgozónktól, hogy képes volt ütni, belerúgni az állatba, hát itt elő nem fordul ilyen. Csendesen, normálisan és tisztességesen látják őket. Nem tudta megoldani a munkaerő problémát magyar munkavállalókkal? Számos próbálkozás történt. Igyekeztünk először helyi dolgozókat, vagy környékbeli dolgozókat toborozni, fölvenni, de előbb-utóbb elmentek a munkaerről. Nem akartak nálunk dolgozni. De megjegyzem, a munkájukban nem volt köszönet egyébként sem. Próbáltam szakiskolákat felkeresni, fiatalokat toborozni, ösztöndíjakat ajánlani, de nem nagyon volt jelentkező. Aki egyesetleg akart a saját szakmájában tovább dolgozni, az a saját családi vállalkozása irányába haladt, a többiek pedig nem akartak szarvasmarhatelepen dolgozni. Mennyire tudnak beilleszkedni ezek az emberek a magyarországi viszonyokhoz? A munkahelyen abszolút. Azt látom igazán. Abban a kis faluban, ahol élünk vagy élnek, ott ők egy picit el vannak szeparálva. Vásároltunk számukra egy kényelmes, négyszobás lakást. Ők ott vannak, boltba járnak el, de nincs semmi probléma már azzal a kis közösséggel, ami körbeveszi őket. Az elején persze voltak gondok, míg elfogadták őket. Tudja ajánlani más termelőnek, más kollégának, hogy alkalmazzonak ők is ilyen munkásokat, vendégmunkásokat? Tudom ajánlani, de azt hozzá kell tegyem, hogy ez egy óriási tortúra része, mikor a sikerül őket úgy törvényes, szabályos módon munkába állítani, megteremti ennek a feltételeit. Ez több mint egy fél éves folyamat, mikor bejöhetnek és munkát vállalhatnak. És ebben rengeteg a menet közbeni adminisztrációs hiba, buktató, azért India és Magyarország kommunikál egymással, de nem minden úgy sikerül, hogy kellene, és ennek okán gyakran újra kell kezdeni a folyamatot, egy alkalmazási folyamatot. Kitartónak kell lenni benne. Nem először van már jelen ön itt az Axiál Akadémián. Egy gyakorló termelőnek, gazdálkodónak mit jelent egy ilyen szakmai fórum? Én azt gondolom mindenképpen szükséges, és én csak üdvözölni tudom az Axiának ezt a kezdeményezését. Azokkal az előadásokkal, amiket itt hallottam, amikor itt jártam, több lettem, több tapasztalatot szereztem és információt az éppen aktuális agrár problémákról, vagy az agrárimat érintő problémákról. Én ezt hasznosnak és nagyon jó kezdeményezésnek és rendezvénynek tartom.